Eltévedt őz, négysávos úton szaladgáló medve és csordába verődött vaddisznók a belvárosban. Csak néhány eset az elmúlt egy évből. A táplálékkeresés miatt egyre gyakrabban tévednek be vadállatok a városba, ezzel nem kis ijegységet okozva. A szakértők szerint fontos, hogy ilyenkor maradjunk nyugodtak és semmiképpen se hergeljük az eltévedt állatokat. A hétvégén Miskolc belvárosában egy bakot kaptak lencse végre vaddisznú csorda szalad át az úton, őzlegelészik a belvárosban. Ott egy medve! Tavaly októberben pedig egy eltévedt medve kóborolt este az utcákon, és tartotta rettegésben a helyieket. A jukói medvére keresztelt állat akkor a Csanyikvölgy irányában elhagyta a várost. Ez a felvétel pedig már most hétvégén készült. Jól látszik, hogy a megrémült őzbak próbál minél hamarabb elmenekülni az autó elől. A szakértők szerint az f esetek nem szokatlanok, sőt az év során bármikor előfordulhat, hogy vadon élő állatok jelennek meg a városokban, élelmet kutatva maguknak. Morgással jelzi a kamera iránti nem tetszését az állatkert egyik medvéje. Dorka és Borka már fogságban született, így mindketten hozzászoktak az emberek jelenlétéhez, de még így sem veszélytelenek. Teritóriumukat erős rácsok határolják. Szabadban született társaik már jóval veszélyesebbek. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vadon született állatok nem kiszámíthatóak. Éppen ezért érdemes őket nagy évben kikerülni, ha szembe jönnek az utcán. Amikor bekerülnek egy lakott területre, ők, ők ott teljesen idegen környezetben vannak, sokkal bizonytalanabbak, mint kint a természetben. Éppen ezért a legfontosabb az, hogy, hogy ezeket az állatokat, ha meglátjuk, akkor kerüljük el őket. Ha gyalogosan vagyunk, akkor, akkor kerüljük ki őket, ha autóval vagyunk akkor, akkor elassítva, akár megállva adjunk nekik teret. Így ugyanis, ha minél előbb megnyugszanak az állatok, akkor, akkor annál előbb megtalálják a városból kivezető utat is. A betévett állatok hergelése vagy megzavarása nem csupán felelőtlen, de veszélyes is lehet. Szakértők azt javasolják, hogy ha egy vadon élő állattal találkozunk, fontos, hogy megőrizzük a hidegvérünket és értesítsük a helyi önkormányzatot.